Kedves nézőink, csütörtökön délután a Tósó-Berendi iskolában zajlott a városi történelem verseny. Most erről láthatnak egy összeállítást. Iskolánk idén az Árpád-házi szentek nyomában nevet adta a vetélkedőjének. Én kívánom nektek, hogy a mai napon érezzétek jól magatokat. Sikerekben gazdag napot kívánok nektek. Jó időtöltést! A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola ebben az évben is megrendezte városi történelem versenyét. Honnan érkeztek csapatok, és összesen hány csapat vett részt ezen a versenyen? Én már harmadik éve rendezzük meg a Szent István Király Iskola városi történelmi vetélkedőt. Három iskolából érkeztek csapatok, a Bródy Imre Gimnázium és Művészeti Alapiskolából, a Lassóber Mária Német Nemzetiségi Általános Iskolából és a Fekete Vörös Marti Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulói jöttek el a vetélkedőnkre. 21 fő vett részt a vetélkedőn. Milyen korosztályból várták a versenyzőket? A verseny meghirdetése 6-tól 8. osztályos, illetve kisgimnazisták részére készült. Egy-egy pályamunkát kellett elkészíteniük. A pályamunka az egy Árpád-házi szent fortéja elkészítése volt bármilyen technikával, amelyből a zsűri aztán a verseny végén egy kiállítást is rendezett, ez itt látható a paravánon. Mi volt a témája a vetélkedőnek ebben az évben? Ebben az évben a vetélkedő témája az Árpád-házi szentek élete, munkássága, különös tekintettel a Szent Családra, Szent István Király, Boldog Gizella és Szent Imre életére, munkásságára, de továbbiakban is a legismertebb Árpád-házi szentek életét foglaltuk össze a vetélkedőben. Az iskolai tananyag elegendő volt ahhoz, hogy a gyerekek sikeresek lehessenek a mai vetélkedőn, vagy kellett valami plusz kutató munkát végezniük? A gyerekek tankönyv listát kaptak a felhívás során, hogy mely könyvekből készülhetnek. Ebben segítségünkre volt a Ajka városi gyermekkönyvtár, Bogáns gyermekkönyvtár. Ott segítettek a gyerekeknek a kérdések, illetve a témakörök kutatásánál. Azon kívül használhatták az internetet és bármilyen más egyéb forrást is. Kik állították össze a feladatsort? A feladatsor nagy részét én állítottam össze, és a kolléganőm újításként egy nagyon jó feladatot készített, Gárdonyi Géza Isten Rabjé című munkáját kellett feldolgozni a gyerekeknek, el kellett olvasni, és ebből állított össze feladatot, illetve egy nagyon színvonalas keresztelvényt készített. Melyik feladat volt a legnehezebb, illetve a legkönnyebb a diákok számára? A kakukktojás nehézséget okozott, ugyanis a gyerekek másként gondolkodnak, a logikájuk egy kicsit másképp jár. Nem minden esetben azt a megoldást találták el, amire én gondoltam, vagy mi gondoltunk. Ugyanakkor nagyon nehéz volt, én úgy gondolom, a javíts ki a hibát, Szent Istvánnak nem csak a egyház szervezői tevékenységét, hanem állam alapító tevékenységét is összefoglalta, és nagyon nehéz volt megtalálni a hibákat és a helyes megoldásokat is. Kik voltak a zsűriben, kik értékelték a gyerekek munkáját? A zsűribe kedves vendégeink, illetve jó ismerőseink, kollégáink dolgoztak. A zsűri elnöke Kersner Istvánné Marika néni, iskolánk régi tanítója, magyar történelem szakos tanár. A vendégként szerepelt már második évben Horváth Csaba, a Magyar Polányi Általános Iskola magyar történelem szakos tanára, és szintén ismerősként szeretettel fogadtuk iskolánk hit tanárát, Rejter István kerületi hitoktatási referenst. Kik szerepeltek ma a legjobban? A legjobban a Lassóber Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola csapata szerepelt a legjobban. Ők érték el az egyik csapatuk az első helyezést, a második helyezést a Bródy Imre Gimnázium és Művészeti Iskola csapata, és harmadik ismét a Lassóber Mária Német Nyelvoktató Általános Iskola csapata. A második és a harmadik helyezett holt versenyben végzett, mi döntött végül? Úgy döntött a zsűri és a szervezők, illetve a feladat összeállítók, úgy döntöttünk, hogy a pályamunka döntött, tehát ki készítette el a zsűri szerint a legértékesebb, legszebb, leghitelesebb pályamunkát, az lett a második helyezett. Öröm volt köztetek állni. És én tartom megtiszteltetésnek, hogy itt lehettem ennyi értelmes, kedves ember között, akik komolyan vették a feladatot, dolgoztak, és a csend, a relatív csend jelezte, hogy
szívesen csináltátok ezeket a feladatokat, és színvonalasat is. Úgyhogy én csak gratulálni tudok, és lélekben megint egy picit visszafiatalodtam, mert azért vannak, amik olyan 100 évesnek érzem magam, de most visszatértek a régi álmok, és a régi nagyon-nagyon szép